Sziasztok! Ez itt a Brain Bar újratervező, a sorozat, amely a tudatos karrierépítésben segít. Miközben egyre jobb teljesítményt akarunk nyújtani, legyen szó munkáról vagy sportról, szorongunk az elvesztegetett percek miatt. Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a kikapcsolódás és a teljesítmény között a technológia segítségével, és miben segíthetnek nekünk a saját magunkról gyűjtött adatok? Ebben az epizódban ennek jártam utána. A mai értelemben vett önmegfigyelés viszonylag új keletű, a mindenki számára elérhető mérleg, illetve a lázmérő megjelenésével került be a köztudatba. Például ma már minden egyes termékre rá van írva, hogy hány kalóriát tartalmaz. Viszont a kalória diéta csak az első világháború alatt vált népszerűvé. Ha láttatok az első részt, akkor talán emlékezhettek, hogy én már próbálkoztam ilyesmivel. Azóta sem futottam sokszor. Egy 2019-es Eurostat statisztika szerint a Magyarországon dolgozók egyharmada üdőmunkát végez. Ezek közé az irodai halandók közé tartozom jó magam is, és azt mondják a szakértők, hogy még az anatómiánk is átalakul. Amikor például éjszakában nyúlóan gépelünk, akkor bemerevedik a vállunk, előre hajlik a nyakunk, és ahogy a zongoratanárnő mondaná, illikó pocséka tartása. Illetve, mivel nem nagyon mozgunk, szintén irodai munka közben, ezért a törzsizmaink és a derékizmaink is bemerevednek, sőt, hogyha nagyon koncentrálunk, akkor még a vállunk is, és még a fogaink is romolhatnak, mert összeszorítjuk az állkapcsokat, amikor túlzottan koncentrálunk. Ez azonban mind olyasmi, amit csak feltételezek magamról, úgyhogy miatt diagnosztizálnám magamat, mindenképpen szerettem volna elmenni egy állapotfelmérésre egy igazi szakértőhöz. Ugyanis, hogyha nincs rendben az egészségünk, akkor a nagy karrierterveink is dugába dőlhetnek. Ez egy 9 másodperc. Általánosságban mi a véleményed így a jelenleg az egészségügyi állapotomról? Mit mondanál? Hát amit fejlesztenünk kell lényegében ahhoz, hogy utána bármit, tehát tényleg a biciklizésen kívül mondjuk a futás vagy ilyen hobbi sportot is nyugodtan tudj elűzni, úgyhogy hosszú távon is nem sérülsz meg. Tehát nyilván a törzs erőt, a törzs stabilitást, kórizmokat kell erősítenünk. Ennél nagyobb probléma talán a külső csípőizmoknak a gyengesége. A cél az átlag embereknél összességben, hogyha a testkompozíciót nézzük, hogy az izom és a zsír százalékot azt optimalizáljuk. Mondjuk a hétköznapokban egy átlagos dolgozó embernek, aki általában irodába megy be, mondjuk milyen mozgásformát javasolsz, ha hasonló helyzetben van, mint én? Hát divatos szóval élve a funkcionális erőfejlesztő edzés az, ami minden szinten neked segíteni fog majd erőben, ahhoz, hogy utána mondjuk, tehát lejössz hozzánk például heti 2-t edzeni, és utána elmész még mellette futsz, biciklizel, és mindebben segíteni fog ez a itt megszerzett plusz erő, mobilitás, stabilitás, tehát hogy igazából ez lenne a cél, hogy egy olyan alapot képezzünk, amivel utána bármit majd el tudsz kezdeni hobbi szinten bármilyen sportot. Gondolom, ilyen okos eszközökkel fogom most akkor mérni. Erre érdemes ilyen eszközöket használni? Én azt gondolom, hogy mivel ebbe a világba élünk, ebbe a digitalizált világba, és nagyon sok applikáció van, ami segíti mérhetővé tenni ezeket a dolgokat, és nyilván akkor egyből visszacsatolás is van, hogy na meg vagy dicsérve, megtetted a 10 000 lépést, tehát hogy ezek plusz motivációt jelentenek, szerintem a mozgás ösztönzi az embereket, vagy elgondolkodik legalábbis, hogy mennyit nyomkodt egész nap a telefonját, és ezen változtatni kellene. Mik a legfontosabb dolgok, amire figyelnem kéne? Ez a pulzusom, vagy az, hogy mennyit alszom, vagy mit kell néznem egyáltalán? Most már van sok, tehát az alvás az egy jó kiinduló szint szerintem, mert nagyon sokaknak, tehát az Angol Alváskutató Intézet tanulmánya szerint 1950-es évekhez képest alszunk másfél órával kevesebbet, és sokkal szaggatottabb az alvásunk. Nyilván éjfélkor még a sportolónk is még csetel, meg válaszol-e csoportos üzenetekre esetleg, tehát hogy egyszer mindent megteszünk azért, hogy az alvás időt rövidítsük, de ezzel ezt nem tudjuk utána ezt az elhagyott időt, az elveszett időt az alvás, mondjuk kávéval, meg különböző energiaitalokkal megspórolni, vagy kiváltani, mert ezzel igazából csak magunkat zsigereljük ki, tehát mondjuk a alvásnál érdemes kezdeni. Pulzus az ennél fontosabb, nyugalmi pulzust tudunk mérni akár, tehát tényleg erre applikációk vannak, akkor van ez a
HRV, tehát az a szívfrekvencia variabilitás, amit szintén már ezek az alvásmérő applikációk mérnek, tehát ez megint az idegrendszeri állapotát mutatja. Tehát nagyon sok olyan lehetőség van, hogy orvos nélkül mi tudjuk magunkat monitorozni, vagy itt vannak a lépésszámláló eszközök. Akkor tulajdonképpen, ha jól értem összefoglalva, akkor egyszerre kell az, hogy érdemes megnézni tudatosan, hogy mi az, ami történik velünk egyébként, hogyan alszunk, mennyit lépünk, csak hogy megkapjunk egy általános képet, és tudjuk követni a fejlődésünket. De hát mindenképpen érdemes megkérdezni valakit, aki ért is ehhez, és megfigyeli a mozgásunknak különböző aspektusait, mint ahogy te tetted most velem, és ezt a kettőt kell ötvözni, hogy aztán hosszú távon tudjunk egy egészségesebb életmódot kialakítani. Tökéletes, így van. Ezt tanultam tőled, Zsolt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és innen fogom folytatni. Én köszönöm, gratulálok a teszteléshez. A fájdalmas felismeréseket követően arra jutottam, hogy megpróbálom legalább egy hétig megnézni, hogy hogyan is működik a testem, edzem-e, nem edzem, még azt is betápláltam, hogy mit eszem és mennyi vizet iszom. Viszont amivel gondom volt, az a rendszeresség, illetve az adatok értelmezése. Annak próbálok utálni, hogy akkor egyébként hétköznapokban hogyan mérhetem a saját egészségem teljesményem, de ha jól sejtem, akkor te már nagyon sokat láttál ebből, hogy ez régen is ennyire fontos volt, vagy csak mostában szűrődött le egy a hétköznapi emberek szintjére. Szerintem a technológia fejlődésével jött ez be az életünkbe, tényleg az, hogy talán kevesebb időnk van, ahogy te is mondtad, mindenre. Úgy szerettünk volna tényleg azt az időt maximálisan kihasználni, és hát ugye a sport teljesítménynek a fejlesztéséhez tényleg az, hogy minél jobb eredményeket, újabb csúcsokat tudjunk dönteni és elérni, ahhoz ez maximálisan hozzájárult. Szerintem nem volt mindig így. Én emlékszem, amikor elkezdtem sportolni, akkor minimális dolgokat mértünk, tényleg inkább távolságban meg időben volt meghatározva. Viszont ismerek olyan embert, aki mai napig a saját megérzésre hagyatkozva méri magát, úgymond, és figyeli magát, és országos bajnok. Szóval azt gondolom, hogy mindenkinek másra van szüksége, azért azt gondolom, hogy sokat tud segíteni akár egy átlagos embernek is. Én azt gondolom, hogy ha megnézzünk mondjuk egy futót, akár egy hobbi futót, akkor körülbelül két dolog, amit láthatunk rajta, ami körülbelül mindenkin van, nyilván más kategóriában. Az egyik szerintem a futócipő és talán a ruházat, amire érdemes lehet befektetni. Én itt a cipőt emelném ki, tényleg nemtől, kortól és attól függően, hogy milyen edzésre használja, mennyi időt, milyen távokat. A másik pedig talán a futóóra, amit most látom, hogy rajtad is van. Itt van, gyomulok és vele. Szerintem, hogyha tényleg valaki kicsit komolyabban szeretne foglalkozni a futással, akkor lehet, hogy érdemes beszerezni egyet. Tehát akkor mit kéne mérnem? Tehát a púzust, vagy a vérnyomás, vagy mi az, amire érték és figyelnem kéne? Hogyha elkezdesz edzeni, azért nem árt, hogyha mondjuk a vérnyomás értéked rendben van, lehet, hogy egy általános felmérés az nem árt, hogyha előtte tényleg minden érték megfelelő legyen. Hogyha valaki mondjuk fut, vagy tényleg hosszabb távokra készül, akkor ott szerintem a pulzust érdemes figyelni, mert ott főleg a pulzus tartományok szerint fogunk edzeni. Szerintem egy edzéstervet mindig érdemes lehet követni, tök jó lehet, hogyha kitűzöd, hogy mit fogsz mondjuk ma csinálni, de tényleg, hogyha fáradtabbnak érzed magad, nőknél szerintem a menstruáció egy borzasztóan befolyásoló tényező lehet, akkor ezeket mind figyelembe kell venni, éhes vagy-e, aludtál-e eleget, tegnap este buli volt, vagy bármi, és akkor tényleg egy kicsit szerintem érdemes visszavenni, és a terv azért terv, hogy át tudjuk írni, úgyhogy ilyenkor szerintem nyugodtan vissza lehet venni, ha azt érezzük, hogy ma tele vagyunk energiával, akkor rá lehet egy kicsit pakolni, de azért tényleg ezt a fokozatosság elvét, ezt alapul kell venni mindenképpen, mert hogyha lehet, hogyha belecsapunk tényleg a lecsóba, akkor mondjuk utána 3 napig alig fogunk tudni járni, és akkor az edzettségünk az nem biztos, hogy vagyis lehet, hogy javulni fog így, de aztán utána ugyanolyan szépen le is megy, úgyhogy ezért érdemes fokozatosan csinálni, mert akár 3-4 hét alatt azért szépen mondjuk az állóképességet fel lehet tornászni, és azt veszük észre, hogy 1 kilométerrel többet tudtam futni. Ez most jobban ment, később fáradtam el. És ezeket itt tényleg észre fogod venni magadon, az órádon is talán látni fogod azt, hogy jobb volt a kilométer átlag, alacsonyabb volt a pulzusod, vagy éppen több kalóriát égettél-e, vagy hogyha ugye edzettem vagy, akkor kevesebbet. Értem, hogy akkor most a vérnyomás, pulzus, ezeket érdemes figyelni, és mik azok még azok a faktorok, hogy mit tudom, az, hogy számít az, hogy hogyan alszom például, vagy mennyire vagyok kipihent, hogy ezeket hogyan kombináljam össze? Kicsit túl sok néha már az adat. Ezt teljesen megértem, és nehéz kiszűrni, mert tényleg annyi információt kapunk, hogy már néha én sem tudom, hogy mire van szükségem, véroxigén szintet kell néznem, nem kell néznem, LKG-t kell mérnem. Én azt gondolom, hogy ezekkel érdemes játszogatni, hogy mennyire tudjuk tényleg beilleszteni, de mondjuk, hogyha látjuk, hogy az esti alvásunknak mennyi volt tényleg a deep sleep, vagy ez a mély alvás szakasza, akkor
össze tudjuk majd vetni a héten a többivel, tudjuk látni, hogy mondjuk ha ekkor fekszem le, akkor lehet, hogy az éjfél előtti órákban jobban alszok, de gondolom, azért mostanában szerintem egyre kevesebben fekszenek le éjfél előtt. Én mondjuk még ide tartozok, és én tudom, hogyha mondjuk éjfél után fekszem le, hiába alszok mondjuk ugyanannyit, mondjuk megvan a 8-9 óra, nem tudom úgy kipihenni magamat, mint hogyha éjfél előtt aludnék el. Úgyhogy ez szerintem nagyon egyéni, mindenkinek más, ugye van, aki inkább nappali, van, aki éjjeli bagoly, úgyhogy ezt tényleg magunkon szerintem érdemes kitapasztalni, és hogyha nem tudunk már eligazodni tényleg a számok tengerében, meg az információk között, akkor érdemes egy szakembert vagy egy edzőt felkeresni, aki egy kicsit tudja terelgetni az elindulást, meg a munkát is. Tehát ez olyan, mint egy napló, mint egy ilyen digitális testnapló? Igen, egy kicsit igen. Egy digitális tényleg az edzéseid visszajelzéséről szerintem nagyon jól meg tudod nézni, hogy ma lemozogtam az ebédet. És ez szerintem mindig egy tök jó célkitűző és tök jó érzés, hogy akkor most a reggeli meg a vacsora maradt már csak, meg amit köztem megeszek, azt meg fedezi tényleg a napi alap anyagcserém. És nekem ez például mindig egy tök jó érzés, lehet, hogy valakit ezt tud motiválni, hogy mondjuk van egy szünetem, elmegyek futni. És szerintem ez egy nagyon jó dolog lehet. Én tényleg mindenkit erre szeretnék bátorítani, hogy próbálja ki, nem feltétlenül a futásban, lehet, hogy a konditeremben más, tényleg labdajátékban, vagy akármilyen, annyiféle sport van, szerintem mindenki meg tudja találni a hozzáillőt. Azt szokták mondani, főképp az édesanyám, hogy munka után édes a pihenés. Illetve, hogyha sportolsz mondjuk a délutáni időszakban, akkor majd biztosan jobban fogsz tudni aludni, és kipihentebb leszel. Azt már észrevettem, hogy a hozzám közelülők mindig azt mondják, hogy én remekül alszom, és ez az egyik szuper képességem, viszont ezen nem mindenki van így. Van, aki meditációt próbál, vagy légzés gyakorlatokat elalvás előtt, de olyat is ismerek, aki a füldugóra, meg a teljes sötétségre esküszik. De felmerül a kérdés, alszunk egyáltalán rendesen? Azért, hogy a teljes napomról kaphassak egy összefüggő képet, és megtudjam, hogy milyen az inaktív, meg az aktív szakasz is, elmentem egy alvásszakértőhöz. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyunk egyformák alvás szempontjából, abszolút nem. Tudnunk kell azt, hogy az alvási szokásainkat egyébként örököljük jelentős mértékben, így van. Tehát érdemes megkérdezni, hogyha valakinek van egy alvási problémája, akkor érdemes megkérdezni a szülőket, hogy ők hogy alszanak, érdemes erről esetleg beszélgetni, és ezeken az örökölt alvási szokásokon bizonyos mértékig lehet változtatni, de alapvetően nem biztos, hogyha ezzel túlságosan, erőszakosan túl nagy változtatásokat próbálunk eszközölni, akkor azt az egészségünk nem fogja megbánni. Egy rengeteg ilyen alvássegítő applikáció, alvássegítő relaxáció, meg ilyesmi van az, ami most így közszájon forog, és én is tök sokat hallom, hogy ezeket kéne használni. Mi az, ami ebből tényleg jó és tényleg hasznos? Ezek az applikációk sokszor adnak információt, tehát hogyha szélsőséges értéket mutatnak, nagyon rossz értéket mutatnak, akkor szerintem mindenféleképpen érdemes szakemberhez fordulni. Ezek nem diagnosztikus eszközök természetesen, de felhívhatják a figyelmet arra, hogy valami baj van. Például volt egy házaspár betegem, mind a kettő vett okosórát, és a hölgynek mindig nagyon jó alvás mutatott, sok mély alvást, jó minőségű alvást, az úriembernek pedig egy rossz minőségű alvást. És egy idő után aztán úgy döntöttek, hogy ezt eljönnek és kivizsgáltatják. És kiderült, hogy az úriembernek obstruktív alvási apnéja volt, tehát egy alvás betegsége, ami valóban jelentősen rontja az alvás minőségét. Tehát tulajdonképpen így ezzel figyeltek fel a különbségre, és tudták ezzel figyeltek fel a különbségre. Tehát egy figyelemfelhívásra mindenféleképpen alkalmas, diagnózisra nem, tehát az orvosi vizsgálatokat, alvásvizsgálatokat nem helyettesíti, illetve állapotkövetésre alkalmas. Tehát, hogyha már kivizsgáltuk, meggyógyítottuk, vagy kezeltük, akkor utána tudja követni az állapotát vele összehasonlításra. Ezek az eszközök most már csomó mindent lehet nézni, tehát hogy akkor milyen az alvásciklus, és még ilyen is volt, hogy vér-oxigén szint. Mik azok a dolgok, amiket néznünk kéne egy eszközön, és ezeken és az alvást figyelő applikációkon?
Tulajdonképpen az alvásciklust azt érdemes, hiszen az mutathatja, hogy nincs mély alvás, vagy felvetheti a gyanúját, inkább ezt mondanám, de ez egy tájékoztató jelleget adhat. Az oxigénszint azoknak lehet fontos, akik horkolnak, vagy légzéskimaradásuk van. Mert ezt megfigyelni, akkor kapnak egy ilyen képet, hogy... Akkor érzékelik esetleg, hogy alacsony az oxigénszintjük éjszaka alvás közben. Ha felmerül a gyanú ezek alapján, tehát úgy érezzük, hogy valami nem stimmel, akkor szakemberhez kell fordulni. Nagyon szépen köszönöm, rengeteget tanultam, úgyhogy így fogok tenni. Első tipp, csekkold, hol tartasz. A legtöbb változásban az odavezető út a legérdekesebb. A Samsung Health-en belül nagyjából mindent le tudsz vezetni, de nekem például a leghasznosabb az volt, hogy figyelte, hogy mennyit is léptem igazából, és hogy mennyit mozogtam, illetve azt, hogy mennyi vizet ittam. Gyakran munka közben egyszerűen elfeledkezem róla. Ha naplószerűen vezeted, akkor láthatod, hogy hol lehet még változtatni, és azt is, hogy mi az, amiben esetleg még nem vagy olyan jó. Második tipp, stressz mostra. A legtöbb okosan nem diagnózisra van kitalálva, de arra tökéletes, hogy megfigyeld, mi is történik a testeddel. Az óra segítségével a Samsung Health a stressz szintedre is ad egy komplex felmérést, és meg tudod nézni, hogy tényleg felment a vérnyomásod. Illetve légzőgyakorlatokat is kínál, hogyha egy kicsit szünetre lenne szükséged. Harmadik tipp. Horkolás és alvás minőség. Nem csak az alvás időt, hanem az alvás minőségét is csekkelted a Samsung Galaxy óráddal, ami azért jó, mert rögtön elviszi a telefon az összes eredményt, így ha bármi gond felmerülne, ahogy dr. Vida Zsuzsanna is mondta, már adatokkal a kezedben érkezhetsz az orvoshoz. Az óra a véroxigén szintre, illetve a horkolás értékelésére is kísérletet tesz. Ezzel évek óta folyó viták dőlhetnek el. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot. Minden hasznos infót megtaláltok a leírásban, mi pedig találkozunk a következő részben. Sziasztok!